Üdv a félhomályból, ez a Féktelenül a műsor, ahol mindenki azt mondja, amit gondol, és mindenki azt gondolja, amit mond. Ilyen egyszerű. Továbbra is ízik a levegő Mirkóczki Ádám polgármester körül. Az ízás oka pedig az, hogy olyan elánnal hadakozik vélt vagy valós igaza érdekében, hogy ott menten forrongani kezdenek az indulatok. Igaz, nem kedvez a hangulat hűtésének a politikai klíma sem. Például az, hogy az akár sikeresnek tűnő gesztuspolitika eredményeképpen az Egernek visszajutatott elvonások mértéke vetekszik a kormánypárti városok számaival, ám a 2,6 milliárdos elvonáspótló 825 milliós kegyelemkenyér kapott egy enyhe savanykást ízt, amikor a bejelentéssel egy időben Orbán Viktor a Mészáros Lőrinc nevű zsebébe 2,8 milliárd forint közpénzt csúsztatott, hogy csinosítsa a megvett Flóra hotelt. Szóval nehéz a Fidesszel jó alkukat kötni, legalábbis olyat, ami már keresendről nézve is ne látszon a balekoskodásnak. Aztán itt az előválasztás és azok a képviselők, konkrétan a két vészhelyzet alatt posztjára eltávolított alpolgármester, akik elindulnak az ellenzéki képviselőjelöltségért, és azt gondolják valamiért, hogy az országgyűlési választásokon a helyi problémák felhánytorgatása jó téma lesz. Ők óhatatlanul a városvezetés kritikusaivá válnak, miközben a hatalmon lévő döntéshozók is egyben. A nyilvánosság ügyében sem egyszerű a polgármester dolga. Egyfelől a fideszes propaganda és revolver média blödségeivel kell küzdenie, másrészt a korábban nem ellenségesként azonosított médiumokban elhangzó kritikákra is elementáris erővel sújt le. Ennek aztán az az eredménye, hogy például ma féktelenkedni hívtam Csarnó Ákost az egri ügyektől, de köszönettel elhárította a meghívást. Szóval forra víz Mirkóczki Ádám körül, ami egyfelől jelezheti a pirányák jelenlétét, másfelől az emelkedett hőmérséklet azt is mutathatja, hogy itt nem sokára valakit megfőznek, de az is lehet, hogy csak a forró hangulat lobogtatja a vizet. Mai beszélgető társaim Mirkóczki Ádám Eger polgármestere és Tanga István, a Heves megyei Hírlap volt főszerkesztője. Ádámmal megállapodtunk, hogy ezentúl minden harmadik csütörtökön féktelenkedünk egy kicsit, és hát elég könnyű helyzetben vagyok, mert már mindig is adott az első kérdés, hogy mi van már megint? Hát ezt én is szeretném tudni. Köszöntöm én is a nézőket. Hát én azt érzem, hogy annyi van, hogy vannak egyes szereplők a Városházán, akik a másfél éves álomból felébredve most az előválasztás, illetve a közelgő országgyűlési választás okán úgy gondolta, hogy akkor most közéleti tényezővé szeretne válni, amivel önmagában nincs baj. Lévén politikusok és közéleti tényezők. A baj azzal van, hogy másfél éve ezt várom. Tehát amikor az egyik oldalról megkapom azt a kritikát, hogy a közgyűlésből egyfajta, hogy is fogalmaztak, van mensót csinálok, azt nagyon nehéz másképp tennem, hogyha a saját frakcióm egy éven keresztül síri csendben van. Az lehet egy örök vitatárgya, hogy kell-e nekem reagálni minden fideszes hazugságra, tehát itt gondolok az orojáni fellépésekre a közgyűlésben, de bennem nyilván van egy egészséges igazságérzet a tekintetben, hogyha egy hazugságot rám zúdítanak, akkor, hogyha más nem cáfolja, akkor kénytelen vagyok így. És nyilván így a közgyűlések eltelnek a, nem tudom, Mirkóczki-Oroján vitákkal vagy párbeszédekkel, aminek a színvonala nyilván olyan, amennyit ér a tartalma, tehát ezt én sem teszem az ablakba, hogy ezek hú de magas röptű viták, nagyon szeretnék én már szakmai vitákat folytatni, de eleddig ugye a vitához, vagy egy szakmai vitához ahhoz kell egy olyan partner is. Ez eddig nem adatott meg, örök optimistaként nyilván bízom benne, hogy a jövőben ez változik. A saját képviselőimre meg én nagyon örülök ennek a bevezető gondolatnak, hogy mindenki azt gondol, amit mond, és mindenki azt mond, amit gondol. Én kendőzetlenül kimondom, hogyha én 2018 nyarán bármelyik a politikai közösségembe tartozó szereplőről tudtam volna, hogy egyébként ők ezt egy ugródeszkának használják, vagy kívánják használni, és országgyűlési képviselőség rácsingóznak, akkor velem egészen biztos, hogy nem indultak volna. És nem azért, mert ez baj, csak én azt gondolom, hogy az lett volna a minimum, hogy ezt mind a választókkal, mind pedig talán velem illett volna közölni, hogy hát figyelj Ádám, azért tudjál róla, hogy dolgozunk, de nekem a valós célom egy másik lépcsőfok. Ugye mi egy fordított politikai evolúciót jártunk be. Én pártpolitikában kezdtem, és a parlamentben töltöttem el 10 évet, és kijöttem a pártpolitikából, hogy visszajöjjek a lokális közéleti
szerepkörbe, ők pedig pont fordítva. Tehát ez nyilván... árnyalja azt a képet, hogy hát te sem mondtad meg, hogy amikor majd polgármester leszel, akkor hirtelen úgy gondolod, hogy már nem akarsz tagja lenni a pártodnak, te pártokkal alkuttál meg. Ez azért nem igaz, mert én kezdettől fogva és direkt visszanéztem, emlékszem a programbemutató Korona Hotelben zajló sajtóeseményre, ahol közel fél órán keresztül vázoltam az én politikai víziómat, meg polgármesteri programomat, és ott feketén-fehéren kimondom, hogy nem tűröm a pártpolitikát. Ezt most nyilván érthette mindenki úgy, ahogy érthette, mondták, hogy jó, lehet, hogy sokan úgy gondolták, hogy jó, hát ez egy kampányszöveg, de hát én ezt véresen komolyan gondoltam, mert én tudtam, tehát 10 év eltöltött parlamenti rutin mondatja velem, egyetlen egy politikai közösségben, tehát egy pártban is, irgalmatlan feszültségek vannak a párt tagjai, a frakció tagjai között. Borzasztó nehéz ezeket kezelni sértettség meg konfrontáció nélkül. Na de ha mindezt felszorozzuk öttel, és itt 5 pártról beszélünk, akkor ezt nyilván az 5. hatványára is emeltük ennek a konfliktus forrásnak. És most azt látom, hogy jelenleg csak velem harcolnak, mert ők úgy gondolják, hogy nekem az lenne a dolgom, hogy élére álljak az ellenzéki politikai kampánynak, ami azt mondom, hogy egy egészséges magyar közéletben lehet, hogy helye volna és lehetne. Nem tudom, én továbbra is azt gondolom, hogy az önkormányzat, ha valami a közéleti szerepkörökből elvonatkoztatható, vagy az a szerencsés, hogyha kivesszük a pártpolitikából, akkor az éppen az önkormányzat. És ez az ő kritikájuk velem, de most már jön majd a pillanat, amikor egymással kezdenek, és én ezért tartom végtelenül kártékonynak, rájuk nézve is egyébként, meg az ellenzékre nézve is az előválasztást, mert itt egymásban fognak okozni olyan tüskéket, olyan konfliktusokat, olyan vélt vagy valós sértettségeket, amit utána nagyon nehéz lesz kezelni, és majd a többiektől várják el, hogy most már akkor támogasd az én kampányomat. Szóval én ezt nagyon nem tartom helyesnek. Számomra a kérdés inkább úgy vetődik fel, hogy az egriek, tehát hogy te meg vagy arról győződve, hogy az egriek majd ezt honorálják szavazatokba majdan, hogy te csak a városért akarsz dolgozni kivonulva a pártpolitikából, vagy az a kép alakul ki mondjuk, hogy úristen, ezeknek nem lehet se helybe, se országosan hatalmat adni, mert egymással se tudnak kijönni. Nyilván van egy ilyen optikája, tehát ezért is tartom ezt borzasztó károsnak, hogy mennek ezek a ellenzéken belüli háborúskodások, és hát látjuk országosan, tehát ne adja Isten, meg én nem kívánom, hogy Egerbe ez legyen, de hát már egymásról dobják ki a vállalhatatlanabbnál vállalhatatlanabb szórólapokat, megy a másik lejáratása, tartok tőle, hogy Egerben sem lesz ez másképp. Én azt gondolom, hogy mi kértünk egy bizalmat az egri választóktól. Kértünk egy 5 évre szóló mandátumot, amiben volt egy vezérfonalunk, azaz általam megírt program, és ezt mindenki elfogadta. Erre kértünk felhatalmazást. Ezt a felhatalmazást mi 2019. október 13-án megkaptuk, és én úgy érzem, hogy egyes szereplők ebben a felhatalmazási körben, ezzel nem foglalkozva, teljesen más egyéni vagy politikai akaratot képviselnek, és huszadrangú kérdés számukra, hogy egyébként Egerben mi történik, és lehet azt mondani, és én szeretem a kritikát, mert igyekszem belőle tanulni, meg azért bármennyire is fáj egy kritika otthon, én azért mindig megvonom magamba azt a mérleget, hogy elkezdem egy picit boncolgatni, meg egy picit elemezni azt, hogy ez a nekem fájó kritika, vagy mondat, vagy szó, annak azért van-e valóság alapja, és egy picit megpróbálom magam, vagy teljesítményemet, vagy munkámat kívülről is nézni, de én, ha ugyanezt megteszem másokkal, akkor borzasztó nagy hiányérzetem van. És én nem gondolnám, hogy egy egri képviselőnek az a dolga jelenlegi helyzetben, hogy azokkal a nagy politikai kérdések, nem azt mondom, hogy ne foglalkozzon, meg mondjon véleményt, de hogyha ez 100%-ban csak arra koncentrálódik, és utána mondja nekem, hogy én egy személyben döntök, bocsánat, én 0-24-ben végzem a munkámat, és 0-24-ben az egri problémák körül forog az agyam, és hogy azt hogy oldjam meg. És még csak azt sem kérdezik meg, hogy egyébként mit csináltál tegnap, ma, mit fogsz holnap, hol szorít a cipő, mik az égető problémák. Nekem ez fáj, amikor kritizálnak, mert kritizáljanak.
De ha én most megkérdezem ezeknek a szereplőket, hogy mutassatok már az elmúlt másfél évből egy, csak egy előterjesztést, csak egy ügyet, amit felkaroltatok és elejétől a végéig végigvittetek, vagy egy olyan dolgot, amivel megkerestetek. Talán az egyetlen tudom mondani Zita esetében a színházat. Jó, azért, hogy most ugye nincsenek ők itt, de hát ha jól értem, az ő álláspontjuk az pont ugyanaz, amit te mondasz, csak éppen veled szemben fogalmazzák ezt. Hát akkor tegyen igazságot ők, az, aki ők, igen, szóval, hogy értem én, hogy mindenki szembe jön az autópályán, de előbb-utóbb azért azt, azzal szembe kell nézni, hogy ha jól értem, a te problémád az a parlamentáris demokrácia, ahol az emberek a pártokon keresztül képviselhetik magukat. Nem, de hogy nem. Hát az EGRI önkormányzati választáson pártok indultak, a pártok hoztak létre ugye egy közös jelölőszervezetet, ugye ők jelöltek téged polgármesternek, ez egy pártalkú volt, ami tök normális a parlamentáris demokráciában, tehát pártok vannak. Ha ez vagy tetszik valakinek, vagy nem, de hát ez a mi demokratikus berendezkedésünk igen, alapja. Csak ne felejtsük el a feltételrendszert. Tehát ennek a szövetségnek az is feltétele volt, hogy nem foglalkozunk pártpolitikával, és én ezt én kértem. De a hol foglalkoznak? Tehát én, ha jól értem, itt nem is a pártpolitikáról de van szó. Ez sajnos igen, mert mindenki a saját közösségét próbálja helyzetbe hozni. Hát de hát ez tök normális. Hát, hát a pártpolitikai logika szempontjából tök normális, de EGRI szempontból nekem ez nem normális. De hát a pártok az EGRI-eket képviselik. Hát oké, hát ez a parlamentarizmus lényege. Csak ha én most megkérdezném, vagy tartanánk egy ügydöntő népszavazást, hogy egyébként Eger lakossága, ne is beszéljünk másról, beszéljünk az én szerepemről, mit gondol a mindenkori polgármesternek az aktuális kormánnyal, ellenzékkel, vagy nem tudom kivel kell-e harcolni folyamatosan, ahelyett, hogy Eger érdekében teljesen más mentalitással próbálná meg. Értem, menjünk vissza a KH-hoz. Mi arról a véleményed, hogy az, amit te mondasz, azok a rohadtfa gyümölcsének a polírozgatásai? Tehát te azt mondod, hogy itt vagyunk, hát ez az adottság, ez egy kicsit kukacos ez a gyümölcs, ez egy kicsit sárga, de hát mi megpróbáljuk kihozni belőle a legjobbat. És vannak mások, akik meg úgy gondolják, hogy fejsze kell, hogy ezt a dolgot, ezt nem lehet, nem reparálni kell a rohadtfa rohadt gyümölcseit, hanem a fával van probléma. Ezért aztán azt látják, hogy ha Egeren akarok segíteni, akkor az országon, a köztársaságon kell segítenem, és ezért mondhatott-e rájuk, hogy de hát ti meg pártpolitizáltok, meg nagypolitizáltok, vagy ezzel, nem tudom, ezzel semmi baj nincs, hogyha a kezdet-kezdetén, sőt én ezzel egyet is értek valamilyen szinten, hogy bizonyos közjogi kérdések szerintem meghaladták azt a szintet, hogy toldozgassuk, foldozgassuk, polírozgassuk, vagy nem tudom, két öltéssel segítsünk rajta, hanem bizony kukába kell dobni, és egy teljesen más történet. Csak ez nem az EGRI szint, ez nem az EGRI politikai szint, és nem az önkormányzati szektor. Én azt gondolom, hogy ez, amit te mondtál, ez akkor helyes, hogyha ezt a kezdet-kezdetén, amikor a feltételeket, amikor a keretrendszert magunknak lefektettük, ezt ott és akkor kellett volna mondani. És lehet, hogy azt megegyezünk egy olyan kompromisszumban, hogy rendben, másfél évig dolgozol, mint a güzű az EGRI, nem tudom, általad betöltött státuszban, az általad megjelölt ügyekben, vagy ami éppen fontos, addig félreteszel minden mást, és amikor kezdődik a kampány, akkor meg én veszem tudomásul, hogy innentől kezdve te egy másik szerepre készülsz. De akkor is ragaszkodtam volna ahhoz, hogy ne csapjuk be a választókat, tehát ezt mondjuk el. Akkor mondja el az illető, hogy igen, szeretnék az EGRI közéletben dolgozni, de van egy olyan szándékom is, hogy meg fogom próbálni, például akkor még ugye nem lehetett tudni, hogy előválasztás lesz, vagy milyen szerepkörben majd a pártok megegyeznek. Én azt gondoltam, hogy az lenne a korrekt. De erről nekem senki nem beszélt, és ahogy teltek a hónapok, nekem egyre gyanúsabb lett, amikor kértem, hogy ezeket a pártügyeket ne hozzuk már ide, mert nem tesz jót. Tehát magunk között is vita van. Ha még ez a közgyűlésben, ha még ez a közéleti nyilvánosságba kimegy, ez annál több feszültséget fog generálni, és ott volt egy ilyen sündisznó alakzat XYZ szereplőtől, hogy azért nem engedi el a pártját, nem engedi is, ne felejtsük el, tehát én onnan jövök, tehát tisztában vagyok azzal, hogy egy pártnak mi a hatalmi érdeke, ami tök egészséges, mert így működik a politika. Ők pozíciókat akarnak, ők felületeket akarnak, ők nagyon sokféle akarata van egy pártnak, és ez minden pártra igaz, kormánytól ellenzékig mindenkire.
És hogyha én ezeket kezdem el képviselni, akkor óhatatlan, hogy is hívja a szociálpszichológia, egy ilyen kognitív diszonanciába kerülök magammal, hogy na most melyik státuszomnak fogok megfelelni. Az EGRI önkormányzati képviselőnek, vagy például a helyi pártelnöki, vagy nem tudom milyen betöltött szerepelnek. De ezzel kapcsolatban azért érdekelne, hogy én csak azt látom, hogy Facebookon kommentelgettek. Hát most kénytelen volt. Igen. Nem szoktam. Csak azt mondom, meg egyéb ilyen fórumokon. Nagyon káros. De ez roppantul, mert ugye aki ezeket olvassa, vagy dühöng, csóválja a fejét, röhög, kárörvend, nem tudom én. Ezt egymás között nem lehetne normálisan hát ahhoz, beszélni, mert úgy látom, hogy erre most nincs kísérlet. Ahhoz én ezerszer elmondtam, hogy és igazából kritikusaim, vagy ezen képviselők nem tudnak olyan alkalmat mondani az elmúlt másfél évből, amikor ők szerettek volna velem átbeszélni bármit. Legyen az magánéleti probléma, legyen az közéleti, bármi, ami az ő vagy a mi dolgainkat érinti. Olyan nem volt, hogy én azt mondjam, hogy nem. De az, amikor én azt látom, hogy velem egyébként sőt, be se járnak a városházára, semmilyen információ után nem mennek oda, lehet azt mondani, hogy ez a szemét polgármester már megint nem tájékoztatott, ez nem igaz, mert egyébként az elmúlt, most már nem tudom hány hónapja tartó különleges jogrendbe semmi olyan fajsúlyos kérdést nem hoztam, amit a frakcióval egyeztettünk volna, ezt mondjuk Földvári Győző frakcióvezető meg is tudja erősíteni. Ennek ellenére mai napig azokat a hangokat kapom, hogy én feudális rendszert ugyanazt csinálom, mint a Fidesz. Hát ha ugyanazt csinálnám, akkor ezek az emberek azért megnézhetnék magukat, szó nincs róla. Egyszerűen szerintem a másik félből is hiányzik, vagy nincs meg kellő mértékben az, hogy egy általam fontosnak vagy érdeklődésre számon tartott ügyet felkaroljak, oda menjek, utána járjak, megkérdezzem, és nem csak tőlem lehet. Hát ott vannak a szakirodák, ott vannak az irodavezetők, a csoportvezetők, legyen az költségvetés, legyen az vagyongazdálkodás, legyen az városüzemeltetés, bármi. Ezer meg egy helyről lehet információt szerezni, és ennek ellenére, amikor én a Facebookon meglátom, hogy a városvezetés teljes idiótának beállítva, koncepciótlannak, meg nem tudom, mik elhangzanak, olyan ügyben, amit egyébként én már másfél éve folytatok, és másfél év alatt senki nem vette a fáradtságot, hogy megkérdezze, pedig tudták, hogy kivel tárgyalok, miről tárgyalok, én ezeket nem tartom titokban. És ezek kijönnek, borzasztó káros. Most azért ez messziről is látszik, hogy ez körülbelül így van szerintem is, ahogy mondott, tehát ez látszik, hogy ez a párbeszéd, ez sehogyan se akar kialakulni. És egyértelműen az is látszik, hogy sértődött, mimóza lelkű politikusok vannak, ami egy igen vicces összetétel egyébként, meg narcisztikusak, az mondjuk talán nem annyira ritka, de hogy azért a felelősség, tehát én elfogadom azt, hogy ők tényleg nem aktívak, hanem puffognak magukba, posztolgatnak, meg mindenféle dolgokról beszélgetnek, amik lehet, kitalálnak dolgokat, de hát azért a felelősség nagy része, ez mégiscsak rajtad van, és ez most azért mondom, mert ugye talán egy korábbi ilyen féktelenülben elmeséltem azt a példát, hogy Amerikában láttam, amikor azt hiszem 0,5%-kal emeltek adót, és akkor én egy nagyon magasan kvalifikált állami emberrel egy napot eltöltöttem, aki ment a kisvállalkozókhoz New Yorkban, hogy ne menjenek át a 0,5%-os adóemelés miatt Jerseybe, hanem kapnak ingyen hitelt, hogy teremtsenek munkahelyet, korszerűsítsenek, stb. Tehát egy tök jó döntést mentek és próbáltak eladni. Tehát, hogy az a politikusi attitűd, hogy a jót is megpróbálunk. Nem az van, hogy nyitva volt az ajtóm, hát miért nem jöttetek be megkérdezni, nem ez van, hanem kimegyek, próbálom őket győzködni, hogy figyeljetek, hát tudom én, hogy most ez van, most ezt szeretném csinálni, és támogassál már ebben. Tehát, hogy én úgy látom, hogy Magyarországon ennek a kultúrája, ez egyszerűen nem alakult ki. És igen, te is, hogy azt mondtad, hát ott voltam, hát nem jöttek be. Ez én hibám, ez mindenképpen egy jogos és valós kritika velem szemben, hogy elmúlt az a X hónap, amikor én már nem mentem senki után, hogy szeretnélek tájékoztatni, vagy mesélj már arról, hogy mi a problémád. De ennek van egy nagyon súlyos oka. Az pedig az őszintétlenség. Tehát én nagyon sok levelem, meg nagyon sok frakció cseten, meg frakció levelezésben leírt gondolataimat úgy kezdtem, hogy én azzal tisztellek meg benneteket, hogy halál őszintén beszélünk.
és hogyha engem valami bánt, azt nem fogom a szőnyeg alá söpörni, hanem elmondom, és cserébe akár tetszik nekem, akár nem, akár fáj nekem, akár nem, én ugyanezt várom el mindenkitől. És a legnagyobb probléma az, hogy nincs őszinte beszéd. És amikor ebbe nagyon gyorsan bele lehet fáradni. Tehát amikor felteszek egy releváns kérdést, vagy egy eldöntendő kérdést, vagy fejtsd már ki a véleményed A kérdésben, B ügyben, C területen, és síri csendre a válasz. Igen, mert az őszinte beszédnek az az ismérve, hogy az valakinek nem fog tetszeni. Az valakinek konfrontációt fog okozni, adott esetben sértettséget fog okozni. És ezt a műfajt én azt gondolom egy ilyen idézőjelben háborús helyzetben, amikor kormányzati sarcolások, meg nehéz helyzetek, szituációk jönnek az állam részéről, amikor van egy erős helyi városvezetői ellenzék, gondolok itt az Oroyán vezette Fidesz frakcióra, amikor tényleg a frontnak körbe se tudnám rajzolni a frontot, mert gyakorlatilag mindenhol front van, bármerre nézek, és akkor van egy szűk többsége a városvezetésnek, akinek a stabilitást kéne biztosítani, de egy ilyen politikai lőporos hordó kellős közepén, hogyha nincs őszinte beszéd, akkor itt nem lesz sikeres együttműködés. És én ezt tartom az elsődleges okának. Nem tudom, hogyha én végig síri csendben voltam, vagy félrevezettem volna mindenkit, akkor vajon ők ezt hogy élnék meg. Természetesen azért ne állítsuk úgy be, hogy itt én vagyok magamra hagyva, mert azért vannak társaim, akik nélkül nyilván ezt nem tudnánk üzemeltetni, alpolgármesterek, képviselők, tehát ez nem igaz mindenkire, de van, aki úgy gondolja, hogy neki fontosabb, vagy nem tudom, ő inkább a pártpolitikai dolgokat erősíti, ők nyilván nem értenek velem egyet. Csak könyörgöm, tehát én mindig fölteszem, annyiszor elkeseredésemben mondtam a feleségemnek, hogy miért nem lehetek én egyszerűen csak polgármester? Miért kell nekem állandóan pártokkal hadakozni, helyi pártvezetőkkel, képviselőjelöltekkel, nem tudom kivel, tehát miért nem fogadja el a másik fél, legyen az bárki, hogy én egy egyszerű mezei polgármester vagyok, és az is szeretnék lenni. És abban a pillanatban, hogy a város ügyét érinti valami, nem érdekel, hogy melyik párt hoz javaslatot, abból a szemszögből vizsgálom az ügyet, hogy ez Egernek jó-e. És nekem nem tisztem, ezzel nem ülök le, azzal leülök, nekem mindenki, és valahogy ezt az egyet nem akarja elfogadni senki. És mindenki, akkor jön azonnal ez a bunkós bot, hogy te az összellenzék jelöltje vagy. Igen, csak én egy percig nem hallgattam el sem a választók elől, sem a pártok elől, hogy nem fogom tűrni a pártpolitikát, mert tudom, hogy nem fog működni. És itt tartunk. Nézzük már meg egy dolgot, mert Zolinak a bevezető jegyzetébe volt egy utalás itt a Mészáros Lőrinc pénzére. Na most nekem ezzel nem az a problémám, sőt az nem probléma, hogy Kósa Lőrinc mondott, hogy a almával hasonlítsunk össze. Inkább nekem az a gondom ebben az összehasonlítás, ami egyébként Egert tette az országos sajtó középpontjába, köszönhetően Egri médiának, mert ebből nem lehet jó kijönni egy ilyen összehasonlításból. Nekem ez az a bajom. De kinek? Senkinek. Tehát aki ezt, tehát a város senki, semmiképpen nem tud ebből jó kijönni. Most azt mondják, hogy lehet az, hogy Mészáros Lőrinc háromszor annyit kapott, mint 52 ezer ember. Ha Eger megkapja a 2,5 milliárdot, akkor azt mondták, hogy lehet az, hogy Mészáros Lőrinc egyedül kapott annyit, mint Eger város összesen. Ha Eger 5 milliárdot kap, azt mondják, hogy Mészáros fel annyit kapott, mint 52 ezer ember. Szóval nekem ez a problémám ebben az összehasonlítással. Viszont azért kérdezem meg, mert erről nem nagyon hallottunk, hogy nyilatkoztál volna erről a... Igen, talán neked, ami még nem, így, nem, ami jelent, még nem, nem jelent meg. Nem jelent meg, és azért örülök ennek a kérdésnek, mert ez egy tipikus eszenciája annak, hogy mennyire másképp kell gondolkodni egy polgármesternek. Tehát, ha jól értem, itt ugye azt hiszem az Egri ügyek volt az, aki elővette ezt a történetet, és hát Mészáros egyedül kapott. Tehát, ha jól értem ezen logika alapján, akkor nekem, mint Egri polgármesternek, most azt kellene támadni, hogy Egerben egyébként egy nem tudom, mert nem 2,8 milliárdos lesz a beruházás, hanem sokkal több, de hogy az ellen kéne fölemelni a szavam,
hogy a Hotel Flóra az kapott nem tudom hány milliárdos állami támogatást. Egy olyan infrastruktúra létrehozására, tehát nem tudom, hogy a kedves nézők tudják-e, a Flóra Hotel a Földigen lesz bontva, és egy 21. századi modern, vadonatúj szálloda fogott épülni. Ez ellen most egyesek ezek szerint azt várják, hogy én tiltakozzak. Ha most ezt a Danubius vagy bármelyik más szállodalánc kapná, én remélem, hogy majd ők is kapnak, és ők is építenek Egerbe. Én, ha fejlesztés jön Egerbe, annak örülök, és nem fogok kikelni az ellen. Mellette én azt gondolom, hogy az egy teljesen releváns és legitim vita, hogy a kormánynak ebben a helyzetben kit és mit kell priorizálni. Csak ez már nem az önkormányzati szintér, hanem ez már a parlament. A parlamentben kell azt a vitát lefolytatni, ami legitim és releváns, hogy mondjuk szállodák helyett, vagy a Mészáros szállodája helyett a, nem tudom, az Erzsébet táborokat fejlesz-e a kormány ugyanennyi pénzből, hogy a szegény karanténbe zárt gyerekek olcsón utazhassanak, most mondtam hasraütésszerűen egy példát, vagy priorizáljon másképp a kormány, hogy ne a szállodákba fektessen pénzt, hanem nem tudom, kórházakba, vagy szociális ellátórendszerbe, vagy egyéb infrastruktúrába, de ez a parlamenti szintér. Ezt nem az EGRI önkormányzat fogja semmilyen szinten befolyásolni, meg másik önkormányzat sem, hogy a kormány egyébként milyen prioritások mentén, mely ágazatokat tekinti stratégiai fontosságúnak, vagy kiemelt stratégiai ágazatnak. A másik meg, hogy igazából nem is tudom, tehát amikor a fejemhez vágják, hogy nem adunk elég pénzt a turizmusra, nem adunk elég pénzt a turisztikára, miközben Eger ebből él. Hát ezeknek az embereknek most tapsolni kéne, hogy egy új szálloda jön létre, ami több száz fő egri család egzisztenciáját teremti meg, és sok ezer turistát vonz majd évről évre be. Még egyszer mondom, nehogy az jöjjön le, hogy én egyetértek azzal, hogy most Mészáros Lőrinc milyen szinten van. Igen, de én nem is láttam egyébként ezt a problémát. Már úgy értem, országos sajtóban már így jött. De az, hogy ezzel te egyetértenél, szerintem én is próbáltam a jegyzetembe azt mondani, hogy hát ez csak arról szól, nyilván egy nagy igazságtalanságról van szó, és nem Mészáros lőrincezzünk, mert az csak egy zseb az Orbán Viktor nadrágján. Tehát én ezt leszoktam szögezni, hogy tehát azért a hatalom saját magának osztogatott a veszélyhelyzet alatt pénzeket, ezt látjuk, azt mondva, hogy megmentett ágazatokat. És ezt teljesen jól látod, én is így gondolom, hogy ezen kellene vitatkozni, és majd a választásokon, az országgyűlési választásokon nyilván ezeken majd az emberek jól el fognak tudni igazodni, és akkor elmondják a véleményüket. Tehát a te sztorid ebből szerintem az, hogy te ezzel a gesztus és mosoly diplomáciával, amit folytattál, meg ezzel a nem vagyok ellenzéki diplomáciával, végül is elérted azt, hogy talán az egyik legjobb pozícióban lévő kompenzált város közé került Eger, ugye ezzel a 826 millióval. Ez tény, de hát ez kapott egy olyan vajszínű árnyalatot, és ezt árnyékolja be egyébként egy mérhetetlen igazságtalanság, mert azért az egriek ne gondolják azt, hogy ez a szálloda a 2,8 milliárdos támogatásból, ez nem az ő pénzükből épül. Tehát ez a kormány újraosztja az adót. Tehát, hogy ez az ő pénzük, és hogy ilyenkor, hogy érezzük magunkat megtisztelve, hogy a nagyon buta, logikátlan elvonások, az iparüzési adó, a turisztikai bevételek, a parkolási bevételek elvonásai után annak egy töredékét kegyként visszaadva, másokat büntetve, ugye Budapest 0 forintot kapott, ugye lássuk be, tehát mi azért a kormányzati városokkal azonos összeget kaptunk ebben a körben, azért az előző körökből kimaradtunk, azért ezt ne felejtsük el. Bocsánat, a vár kapott 600 millió. Ja igen, a lift, nem a vár, a lift. Ugye? Hát a magyar közlönyben, ez most nekem egy nagy vitám a minisztériummal, hogy folyamatosan kérdezik, hogy mi van a lifttel, és mutassuk meg az ütemezést. Hát könyörgöm, a liftnek azon kívül, hogy készült néhány látványterve, tehát sem műszaki tartalom, sem kiviteli terv, nopláni engedélyes terv, tehát ilyenek nincsenek, ezt teljesen a nulláról kellene. De az én problémám az, hogy a magyar közlönyben az jelent meg, hogy 600 millió forint az egri vár fejlesztésre. Ha én ott csapadékvízelvezetés problémát korszerűsítek, az is az egri vár fejlesztése. Tehát nekem hivatalos levélben sehol nem szerepel az, vagy kötelező erejű jogszabályban, vagy rendeletben, hogy nekem liftet kell. De hát ez a kormányzás minőségét mutatja, hogy ilyen döntések születnek. Nyilván le volt ez már dumálva, hogy a lift, na.
Jó, csak nekem nem szóltak. Igen. Hivatalosan. Jó, de hogy érted, én ezzel nem igen, azt, igen, én azt, igen. Azt gondolom, hogy az fel sem merült, hogy te örülsz annak, hogy ez probléma lenne, hogy te csak ennyit kaptál, de te probléma nyilván, de teljesen más típusú probléma, az, hogy ez tulajdonképpen az eredménye annak a politizálásnak, amit te képviseltél, hiszen jóval kevesebbet kaptunk volna valószínűleg, hogyha Eger a kispadon van. És hát akkor menjünk ementén a te politikai attitűdöd, ez végül is valamennyire ebben a helyzetben, ez a Visi féle hozzáállás, ez hoz valamennyit, hiszen hát Nyitrait kigolyóztad, ha jól látom, nem indul. A Revolver médiájukban ez, amiket dobnak be ingyen, gyakorlatilag a nevet semmiféle negatív konnotációban nem hangzik el, tehát hogy ez a V7, vagy micsoda, amit ugye ez az ingyenes. City ahol, 7. A rohadt Gyurcsány. Én kiadványban. Nem így érzem, de... Jó, hát jó, de te az a baj, hogy amikor tehát például ez is egy olyan sztori, hogy ha az én közösségemből valakit megsértenek, akkor azt én is sértésnek veszem. Hát úgy igen, akkor igazad van. Ha a városvezetés egy-egy döntését bírálják, akkor nyilván az nekem sem esik jól, függetlenül attól, hogy például nekem a színház kapcsán mit kellett elviselnem, mindenféle oldalról, meg frontokról, miközben nem a saját akaratomat képviseltem feltétlenül. Én ezt sokkal csendesebben, lehet, hogy teljesen másképp kezeltem volna, de erre mondom, hogy ez egy olyan dolog, hogy megint oda kanyarodok vissza, amit oly sokszor mondok otthon, hogy hadd legyek én már csak polgármester egyszerűen, mert én úgy érzem, és szerintem a közéleti békéhez is jelentősen hozzá járulna az a mentalitás, hogyha mindenki annak a szerepnek szeretne első körben megfelelni, amire megválasztották. Tehát itt, ha felteszi, és most tényleg Isten ments, vagy távol álljon tőlem, hogy bárkit megsértsek vele, de hogyha ha valaki csak a képviselőségének, valaki csak a saját egyéni körzetének, amit megnyert, akarna megfelelni, hogyha valaki csak a rábízott feladatot szeretné elvégezni, és nem egy Budapestről kiadott pártpolitikai ukázt végrehajtani, akkor teljesen más minőségű lenne az egri közélet, teljesen más minőségű lenne az egri közgyűlések hangvétele, pláne tartalma, és teljesen más minőségű eredményeket tudnánk elérni, mint város. Tehát én nekem folyamatosan ez a problémám, hogy itt érzem a pártpolitika veszélyt, mert én nagyon jól tudom, hogy a parlamentből ez hogy látszik, sehogy. Mit tudunk felhasználni az adott politikai vélt vagy valós plusz százalékokért cserébe. És egy országos pártvezetésnek nem drága egy önkormányzat, pártállástól függetlenül. Tehát őket az nem érdekli, hogy ez most milyen károkat fog okozni rövid, közép vagy hosszú távon X megye Y településén. Ők azt látják, hogy van egy ügy, amiben bele lehet állni, és bele is állnak kőkeményen, és habzó szájjal el fogják mondani, hogy ez a szemét, az a szemét, amaz a szemét, de utána nem fog visszautazni, hogy figyelj, már sikerült megoldani a problémát, vagy mit tudunk segíteni. Tehát ez a bajom nekem a pártpolitikával, hogy két teljesen különböző szint. Engem itt megállítanak az utcán, számon kérnek, hogy mi az a beszakadás, mi az a... Ádám, akárhányszor el fogod ezt mondani, bocsánat, értem, de ezzel a magyar demokratikus berendezkedést támadod. Ez egy klasszikus alappopulista szöveg, ugye? Mert ugyanezt elmondhatja Kövér László, a parlament elnöke, itt a pártok, mi meg Magyarország, és akkor jó, Európa elmondhatja, hogy itt az országok, nem, pedig nem egész Európa. De én ezt komolyan így gondolom, hogy higgyünk már abban, hogy a parlamentáris demokrácia egy működőképes, helyes modell, vagy akkor az alkotmányos berendezkedésünk. Én a minőségét kérdőjelezem. Ide csatlakozna, azért még egyszer megkérdezem, akkor most egyértelműbben, amit az elején is próbáltam, hogy az, hogy többször elmondtad, hogy te egy sima, engedjék majd, sima mezei polgármester legyél, hogy csak Egerért dolgozz, és így tovább. Most te őszintén hiszel abba, hogy ezt az emberek, majd amikor oda mennek az urnákhoz x év múlva, akkor ez eszükbe jut, ezt tolerálják, az eszükbe jut, hogy úristen, hát ha Mirkóczki nem úgy politizál, ahogy, akkor lehet, hogy nem Eger kapja az egyfőre jutó támogatásként a legtöbbet, vagy az jut eszükbe, hogy úristen, ezek végigveszekedték. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz, nagyon fontos kérdés, de nagyon egyszerűen tudok rá válaszolni.
nem ez motivál. Tehát engem nem az motivál, hogy a mindenáron való tetszeni vágyás és megfelelési kényszer mozgatja a döntéseimet. Hogy politikus szájából most hallok először ilyet, hogy nem az motivál. Örülök, hogy újat mondtam. Igen, nem. Én hiszek abban, hogy úgy tudok eredményes lenni, hogyha a pártpolitikai akaratot a lehető legmesszebb tudom tartani a magamtól, a közösségektől, és nem az kényszerít egy bizonyos pályára, vagy nem az hoz döntéskényszerben, hanem Eger oldaláról vizsgálom, az egri lakosok érdekében eljárva próbálok bármilyen döntést. Ugye azt azért kevesen tudják, hogy a legtöbb döntés, az mondjuk van három kimenetele, rossz, katasztrofális és végzetes. Tehát körülbelül ebben a járványhelyzetben nagyjából ilyen, tehát olyan, hogy jó döntés nincs. Tehát ilyen opciókon kellett végigmenni, és én azt gondolom, hogy azt minden politikusnak előre el kell döntenie saját magában, hogy egyébként ő milyen politikai pályát szán magának, vagy mi az, amit elképzel. Nekem soha nem az volt a motivációm, hogy a mindenáron való hatalomba kerülés, hanem a mindenáron való program végrehajtása, mert van egy vízium, van egy szándékom, van egy célom, és tudom, hogy az egyébként a többségnek jó lesz. Én azt szeretném, és én azt készséggel el fogom fogadni, hogyha 2024-ben engem levált Eger lakossága, váltson le, mert így dönt a többségi akarat. Nyilván nem fogok neki örülni, meg nem fogok tetszeni, bár jelenleg sokszor megkérdőjelezem, hogy meddig akarom én ezt csinálni, ebben a környezetben meg főleg, de én azt gondolom, hogy én eredményekkel szeretnék nyerni. Nem azért, mert kiszolgáltam egy ellenzéki pártszövetség politikai céljait, nem azért, mert nem tudom, lefeküdtem a kormányzati politikának és lakálymódon, nem tudom, mindent végrehajtottam, amit valamelyik minisztériumban parancsoltak, hanem azért, mert mindent úgy tettem, hogy az Egernek valamilyen szinten gyümölcsöző legyen, abból valamilyen infrastruktúrát vagy bármit fejleszteni tudtunk, és a végén, az 5 éves ciklus végén van egy eredménycsomag, vagy van egy eredménytelen csomag, most nézőpont kérdése, és az alapján ítéljenek meg. Tehát bennem az, és azért tudtam kemény konfrontációkba beleállni, és azért tudtam nagyon nehéz döntéseket meghozni, mert pontosan az ellenkezője motivál, és pontosan az ellenkezőjéből indulok ki, nem a mindenáron való tetszeni vágyás, hanem tudom, hogy A-ból B-be úgy jutok el, hogy nagyon sok nehéz döntést meg kell hozni. Ha most, hogyha szeretnél egy egyszerű polgármester lenni, aki a közösségét képviseli, azért azt úgy nem dughatod tufába a fejed, Eger-Egerben másik. Nem nehéz. Hogy igen, hogy, de hát van olyan kemény fejed, hogy a tufa nem akadály, hogy például itt van ez a bérlakás eladási kényszer, ugye? Hogy a szociális bérlakás, nem a szociális, hát van szociális, köztelen mindenféle bérlakás, hogy most ez ha jól értem, a kormányzati politika az, hogy más pénzét szórja, ugye? Amikor ez egy bolsevik tempó. Igen, és amikor... Hát amikor eladom a tiédet, áronom. Igen, meg hogy te majd ne fizessél neki pénzt, ugye, a parkolásért, vagy ne fizessél neki adót, hogy én vagyok a jó fej, mert vagy a bankoknak azt mondja, ne szedd be most a hiteltörlesztéseket, ugye, meg mit tudom én, micsoda. Tehát, hogy az állam, illetve a kormány más pénzén szórakozik, meg akar népszerűséget vásárolni, ez klasszikusan ez a sztori. Na most ilyenkor ugye két eset van. Vagy az, hogy hát jó van ez a törvény, akkor eladjuk. A másik meg az, hogy ez sérti az alkotmányos rendet, ez sérti a vagyonunkat, ez sérti az egriek érdekét. Ez hűtlen kezelés, tehát ezt így hívja a BTK. És ilyenkor például te egy ilyen sztoriba beleállsz, szövetségesekkel, és azt mondani, hogy nem. Tehát a garzonházat például, ami mondjuk a... Jó, nagyon fontos ügy, és tegyük tisztába. Tehát, hogyha az a törvényjavaslat, ami jelenlegi formájában az országgyűlés elé benyújtásra került, és ha jól tudom, ott a gazdasági bizottság, a Bánki Erik vezette gazdasági bizottság már keresztül is engedte. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor tárgysorozatba vették, és hamarosan kezdődik az általános vitája a plenárison. Ha ez így, ezt így elfogadja a parlamenti többség, akkor én ezt nem fogom végrehajtani. Tehát ez nagyon egyszerű, tehát Mirkóczki Ádám nem fogja a nevét adni ahhoz, hogy egy 4 milliárdos, most
nagyjából satszolom a 800 ezer bérlakásunk jelenlegi állapotában lévő árát, egy nem tudom, 10 milliós átlag lakásárral számolva, azt mondom, hogy egy 4 milliárdos vagyon, és azt nekem ki kéne árulni 1 milliárdért. Tehát ilyet biztos, hogy nem fogok sem aláírni, sem jóvá hagyni. Lehet menni majd akkor alkotmánybírósághoz, vagy jöhet a végrehajtó, vagy elvihetnek bilincsbe, de akkor vigyenek bilincsbe azért, mert én ezt nem voltam hajlandó kiszolgálni. Ugyanakkor, amit tegnap ellenzéki, illetve nehéz azt mondani, mert elvileg a többségben vannak, szóval mindig furcsa. Szóval tegnap az Egységben a Városért Egyesület néhány szereplője kiállt, és sajtótájékoztatón elmondott, abból megint az jött le, hogy fontosabb a politikai hangulatkeltés, mint a valós tartalom. Ugyanis, erről nem maradtam, ugyanis, bocsán, mondom. Igen, volt egy sajtótájékoztató a tegnapi napon, ahol felsorolták, hogy innentől kezdve az Emerson, a Bosch, ugye, akik bérlőkijelölési joggal bírnak az önkormányzatnál, bérlakás, a kórház, a rendőrség, hát rengeteg olyan intézmény, cég és szereplő van, akik hosszú távon bérlőkijelölési jogot biztosítunk számukra, hogy a munkaerőjük lakhatásához hozzá tudjanak járni. Hát ez egy egri politikai érdek volt, hogy ide letelepedjenek orr. Így van. Hát ők adót fizetnek, munkahelyet teremtenek, fejlesztenek, és a többi, és a többi. És tegnap ezek a szereplők elmondják, hogy ez így elveszik. Na most, meg ez egy szociális háló a bérlakás program, és hát a szociális igényeket nem tudjuk tovább kielégíteni. Na most, ha arra vették volna a fáradtságot, hogy egyébként ezt a Böröcféle javaslatot elolvassák, akkor azt láthatják, ha jól emlékszem, a 6. paragrafus, rögtön az első oldalon, hogy a törvény hatálya, jelen törvény hatálya nem vonatkozik a bérlőkijelölési jogra, igen, a nyugdíjas házra, a szociális bérlakásokra, és a többi, és a többi. Nyilván, amikor megláttam ezt a teljesen agyament bolsevik tempót idéző javaslatot, jó néhány fideszes polgármestert felhívtam, hogy ti ezt hogy látjátok? Vagy most ugye megszólaltak, hát azóta tudjuk, hogy igen, megszólaltak. És nagyjából már arról is kaptam jelzéseket, hogy hát ez így nem fog átmenni. És nyilván hozzá fognak nyúlni, és nyilván nagyon sok mindenben ez át lesz alakítva. Én azt megtanultam, hogy nem biztos, hogy az a célszerű, ha előre őrjöngök, hanem először elolvasom, értelmezem, körbejárom a lehető legtöbb fronton, és abból majd leszűrök valamit, de ami fekete-fehéren megjelenik a közlönybe, az van. Utána kell szerintem lépni, mert azt én megtanultam a jelenlegi kormánynál, hogy ha valamibe beleállnak, bocsánat, ha valamit nagyon betámadnak, annál jobban beleállnak. És ez így van a humánpolitikájukkal kapcsolatban, mennél jobban támadnak valakit, annál jobban megerősítik, mennél jobban tiltakoznak egy elvonás ellen például az önkormányzatot is, ugye annál inkább fenntartják. Szóval szerintem érdemes azért politikailag, ez valahol egy sakjátszma is, meg egy logikai láncolat is, de ha az a kérdés, hogy nekem ez hogy tetszik, ez olyannyira nem, hogy ezt így ebben a formában biztos, hogy nem fogom végrehajtani. De szerintem a 3200 polgármester egyike sem fogja ezt végrehajtani. De azért van egy olyan politikai trend is, ami megfigyelhető, és ugye már nyugati elemzők azért elég jól kimutatták az orbáni politikában, hogy ez a kettőt előre, egyet hátra, hogy ő így halad. Tehát, hogy valószínűleg... Mondunk egy nagyobbat, felpuhítjuk, és akkor egy kicsit... Igen, és akkor az lesz, hogy na jó, van csak a műemléklakások, akik 90-ben kimaradtak, és akkor mindenki azt mondja, hát jó, van, akkor már csak az. És nem, tehát teljesen igazad van, és ezt itthon is alkalmazzák előszeretettel, de erre mondom azt, hogy azért a piros lámpa az villog. Tehát meg kell várni, hogy ezt hogyan fogják... nem tudom, átalakítani, felpuhítani, kiherélni, nem tudom majd mi lesz a vége ennek a törvénynek, vagy egyszerűen visszavonni. Tehát az is benne van a pakliba, hogy nem tudom, vizsgáltuk a társadalmi inger küszöböt. Mert nekem rögtön a politikai kommunikációs múlt villant be, hogy hát nagyon nehéz lesz azt majd elmagyarázni egy fajék egyszerűségű kommunikációval, hogy mi iszonyú olcsón biztosítottuk nem tudom hány tízezer családnak országosan a lakhatását.
és te, polgármester, te tiltakozol az ellen, hogy az EGRI, a, nem tudom, a saját lakosod jó áron lakáshoz jusson. Tehát ez ellen mondjuk már nehéz védekezni, hát nyilván lehet. Nyilván az, hogy minden EGRI-nek a pénzét kell odaadni, hát fillérekért. Persze, meg könyörgöm, tehát Egerben van mondjuk 1000 bérlakás, kerekítettem, odaadjuk 1000 EGRI családnak gombokért, de van még mellette egyébként 25 ezer másik háztartás, aki meg devizahitelből, forinthitelből, és ki tudja, mi mindenből vette ugyanazt az értékű lakást. Meg több ez egy olyan társadalmi feszültséget is, hogy szerintem ezt ők sem gondolhatják komolyan. Meg több probléma is van most. Mi van azzal, hogy tételezzük fel, hogy egy olyan lakásról van szó, ami a törvény hatája, vagy a törvénytervezet hatája alá tartozna. Valaki 2 hónapja lakik benne, és akkor önök kínálják fel megvételre azt a lakást. Az benne van, hogy tavaly december óta. De az se egy hosszú, tehát van, aki nagyon éppen, hogy csak benne lakik, és akkor megkapja ezt. Én abban bízom, hogy egyébként ez így, ahogy van, visszavonásra kerül, de ha nem kerül visszavonásra, akkor könyörgöm, ha csak annyit sikerül, és egyébként a többi polgármesternek is az a nagyon határozott álláspontja, hogy az önkormányzatnak legyen döntő szava benne. Ugye a bérlakásainkra folyamatosan érkeznek a megvásárlási igények. Ez eddig is a mi kompetenciánk volt, hogy eladjuk, nem adjuk. Felértékeltetjük, megéri nekünk eladni, megéri a bérlőnek megvenni, vagy tartsuk bérletbe. Hozzáteszem, ezek egyébként elég alacsony bérleti díjak. Tehát a bérlakások bérleti díja az köszönő viszonyban nincs a valós piaci albérletárakkal. Tehát mégiscsak egy szociális intézkedés valamilyen formában. Nem szaladnék előre, nagyon sok verziót hallottam fővárosi, vidéki polgármesterektől, ellenzékiektől, kormánypártiaktól. Nagyon sok okos meg jó javaslat van. Meglátjuk, hogy hova fut ki. Egyet tudok, hogy ez így bizton nem fog a részemről támogatást találni, viszont azért most megkérdőjelezném az EGRI Fidesz frakció vezetőjét, hogy akkor hogy is van ez a vagyongazdálkodás kérdés. Tehát amikor én egy építési telket, építési céllal, igazságügyi értékbecslővel felértékelt piaci áron szeretnék értékesíteni, hogy a város fejlődjön. És jelentkezik rá egy fideszes, hogy megvegye. És jelentkezik rá egy frakciótársa, mindjárt 5-re, helyrajzi számmal. Az baj, akkor én elkótyavetyélem a várost, de ha a kormány úgy dönt, hogy én köteles vagyok eladni 10-20%-os áron, akkor vajon rendben vagyunk? Hát és ugye ne felejtsük el azt az apróságot, hogy ilyen már volt. Tehát a rendszerváltás után ugye eladtuk, vagy lehetőség volt 50%-os áron, ami akkor is már nagyon gálánsnak tűnt, és egy jó részét a lakásmafia vette meg. Én tudom, hogy Egerben hány tehetős ember vásárolt tucatjával lakásokat, ismerjük őket, hiszen köztük élünk, tehát most nagy háztulajdonosok, ugye ingatlan Dagobert bácsik, tehát hogy ez a dolog, ez nem olyan fekete-fehér, ennek a hatása se. Én nagyon nem szeretném, hogy ebből bármi is legyen. Ebben szerintem mindenki egyetért. Jó, most az utolsó körre van lehetőségünk, akkor az a kérdés, hogy úgy akarsz berendezkedni, hogy akkor ebbe a következő 3,5 évben, akkor körülbelül ez lesz? Vagy azért, helyzet? Hát igen, vagy azért számítsz arra, hogy tényleg egyszer csak összejönnek a képviselők, és akkor végre szemtől szemben fogtok. Akkor ez hastót szóljam már meg, mert egybe lehet akkor a kettőre válaszolni, hogy ugye itt most látjuk, hogy ilyen viaskodás van, erről szóltunk végig, de mi a helyzet mondjuk, mert most többször említetted, hogy konzultáltam polgármesterekkel, felhívtam, de mi a helyzet a kifelé a kapcsolataiddal, tehát mondjuk a Megyei Jogú Városok Szövetsége, és így tovább, ahonnan megint úgy látszott, hogy elhidegültél. Nem, abszolút napi, vagy hát a napi az túlzás, mert azért nem szoktam minden nap polgármestereket hívni, de van egy forró drót, tehát pártállástól függetlenül, mint sikeres polgármesterek, bármelyiket, vagy bármelyiküket fel tudom hívni, fel is szoktam hívni, nem szégyellek tanácsot kérni, meg javaslatot, meg ötletet. Ugye vannak nagyon helyspecifikus problémák, ami
ami mondjuk Szegeden működik, meg Debrecenben működik, az nem biztos, hogy Egerben is fordítva. Én nagyon sokat merítek a többi polgármester javaslatából, és mindenkinek őszintén elmondtam, tehát nekem is jöttek, amikor nem csatlakoztam különböző ilyen összeellenzéki akciókhoz, hogy azonnal megkaptam, hogy megvettek, megzsaroltak, zsebretettek, nem tudom, mit ígértek. Én egyébként most félre ne értse valaki, olyan kíváncsi lennék már, hogy ez hogy zajlik. Mert hogy nem... Ja, hogy megvegyenek? Hát akkor mondd el! Nem tudom, mert nem volt ilyen. Tehát, hogy nem akartak se megvenni, se megzsarolni, se nem tudom mit csinálni. Egyszerűen saját magam akaratából döntöttem így, hogy szerintem a városnak nem érdeke, hogy én nagy politikai csata szinterévé teszem mondjuk a polgármesteri széket, vagy ezt a szerepet. Ha én úgy érzem, hogy van mondani valóm, azt több fronton a véleményemet ki tudom fejteni. Mindig is kifejtettem, a jövőben is kifogom, de akkor van terved reparálni a többséget? Én azt szeretném, hogyha itt ne számítson. Én akkor lennék boldog, nem azt mondom, hogy legyünk mi a kerekasztal lovagjai, de hogyha már a közgyűlési szekértáborokat fel lehetne úgy számolni, hogy van a polgármester meg a jegyző a pulpituson, és vele szemben egy félkörbe lenne teljesen vegyesen mindenki, és arról menne a lamentálás, hogy már pedig én nem tudom, ennek a rovására ezt szeretném, és akkor ezeket vitassuk meg. Tehát, hogy amikor tényleg az egri ügyek kerülnének napirendre, és nem az, hogy ki milyen szemét, mert a parlamentben, meg a te pártod, meg a te közleményed, meg az én sajtótájékoztatóm, meg a nem tudom mi. Én ezt nagyon szeretném. Ami meg a közgyűlési, bocsánat, te kérdezted a közgyűlést, hogy mire rendezkedek be. Én nagyon szeretem a közgyűléseket. Én nagyon szerettem a parlamenti vitákat. Nekem az teljesen irreleváns, hogy van-e többségem, vagy nincs. Tehát én szeretek észérvekkel vitatkozni, nem vagyok büszke a közgyűlési viták egy jelentős részére, amit lehet, hogy van, aki magamnak, vagy nekem tud be, másnak tud be, kétfélen, meg a vitatkozó feleken múlik, hogy mi a vita tartalma. Én egyáltalán nem vagyok abban elzárkózó, hogy minél előbb legyen közgyűlés. Ez ugye tőlünk független dolog, különleges jogrend alatt nincs közgyűlés. Nem tudom, meddig lesz így, én már egyébként várom, és én nagyon szeretném, sokkal könnyebb ezeket a vitás kérdéseket egy közgyűlési nyilvános vitában lefolytatni, mint mondjuk Facebookon üzengetve, meg sajtótájékoztatókon, meg tévéműsorokon keresztül üzengetve, és én azt szeretném, hogy ezek a nagyon kritikus hangok velem szemben, ezek legyenek olyan aktívak, mint amilyenek az elmúlt másfél évben nem voltak. És álljanak fel ott, és mondják meg, hogy Egernek az ő álláspontjuk szerint miért fontos, hogy én ezt vagy azt a párpolitikai ügyet képviselem. Ez egy legitim vita. Csak akkor ez zajlon a színfalak előtt, ne a színfalak mögött. Ja, hát te azt szeretnéd, hogy az EGRI ügyek végre terítékre kerüljenek, de egyelőre te vagy terítéken az EGRI ügyekben. De... Én vállaltam, nem tartottak pisztolyt a tarkómhoz. Köszi szépen, hogy eljöttél. Önöknek köszönöm, hogy megnéztek minket. Akkor legközelebb Mirkóczi Ádámmal egy hónap múlva fogunk beszélgetni mindenféle érdekességről. Önöknek pedig azt javaslom, hogy próbáljanak meg együtt élni békésen, egy kicsit lazul a járványhelyzet, ugyanakkor a szigorítások nem olyan ütemben lazulnak. Tudom, hogy egyre nehezebb, egyre több a feszültség a társadalomban, oltottak, oltatlanok, oltási igazolvány. Értsék meg egymást, vagy próbálják meg megérteni egymást, hiszen nem hiányzik, hogy még újabb és újabb törésvonalak legyenek, hiszen az senkinek sem jó, főleg nem a nyugalomnak, a békének, meg a haladásnak, hogy ilyen szépeket mondjak, de azért addig nyomják a gázt, hiszen a jövő héten is lesz végtelenül.